A 4 éve működő Dunaszerdai Rivalda Színház repertoáriában javarészt komoly darabok szerepelnek. A 6-tagú társulat újabban igyekszik kielégíteni a dunaszerdai közönség könnyű műfa iránti növekvő érdeklődését is. A nagymúltú magyar kabaré irodalom klasszikus darabjait és napjánk visszásságainak paródiáit válogatták össze egy fergeteges kabaré est erejéig. Több korábbi helyszín után a Csatlár Benedek Városi Művelődési Központ volt mozitermében is bemutatták. A szellemes, humoros szórakoztatás igazi közönség siker volt Dunaszerdahelyen. A Dunaszerdahelyi Rekreációs és Testnevelési Sportklub az idén is megrendezte a Karnevál a jégen rendezvényt. A sorrendben 21. jégkarneválon a város alapiskoláiból összesen közel 150 tanuló szülő és pedagógus vett részt. Ezúttal külön egy-egy napon, mert az influenza miatt sok gyerek hiányzott az iskolákból. A vidám esemény célja a sportolásra és testmozgásra nevelés. A karnevál jelmezes felvonulással kezdődött, utána ügyességi versenyeket tartottak a jégen. Legvégül díjazták a jelmezeket, a résztvevők pedig oklevelet és édességet kaptak a szervezőktől. A DAC első hazai tavaszi mérkőzésére a Nagy Mihály elleni bajnokira közel 5000 néző volt kíváncsi. A sárgakékek már egy héttel korábbi szenicei győzelmükkel biztosították helyüket a rájátszás felsőházában. A 9. helyezett kelet-szlovákiai csapat ellen az újabb 3 pont megszerzése volt a cél. A 2. tavaszi győzelem nehezen született meg, a Nagy Mihályiak ugyanis nem adták meg könnyen magukat. A DAC panamai légiósa Davis 11-est hibázott. A dunaszerdahelyiek végül Divkovics és Herz góljaival 2-0 arányban győztek, és 21 forduló alatt összegyűjtött 38 pontjukkal a táblázat 3. helyét foglalják el.